Start elindult a nap első futama 280 méteren. Tamo Blake nagyon jól kezd kívülről, illetve kékben Orlan is ott van, nagyon jó helyzetben, de a kanyarhoz érve Tamo Blake el tud menni, vezetni 2-3 osszal van az éle mögötte, Orlan egyelőre a második, a harmadik helyen pedig Zserbo, jön az utolsó 50 méter, nincs kérdés, Tamo Blake nyeri a futamot 6-ossal, mögötte a 2-es számú Orlan, illetve a 3-as Zserbo, a második és a harmadik. Tamo Blake végig vezetve nagyon-nagyon magabiztosan megnyeri a délután első futamát, a decemberi trófeát S1-es kategóriában 280 méteren. És indulnak az agarak, elindult a decemberi trófea A2-ben, vegyesen indult a mezőny, Lucinek nem igazán sikerült elkapni a startot, viszont 4-esen Flyaway remekül kezdett, mellette kívül csíkosban Aria, Flyaway és Aria, mögöttük Shadow van nagyon-nagyon közel, illetve most már Evelyn is megérkezik a frontba, Flyaway visszaesik a frontba, most már Aria egyedül, másfél-két osszal mögötte, Evelyn egyelőre a második, remekül tartja magát, Shadow próbál messziről Lucy zárkózni, az utolsó 100 méter következik, élen van még mindig Aria, és rengeteg helyezés után Aria megnyeri a futamot, Aria a nyerő, mögötte Evelyn a második, Shadow a harmadik, Lucy jön a negyedik helyen a célba. És Start elindult a nap harmadik futama 480 méteren, szinte teljesen együtt a mezőny, jó jött el Fernando, Jet mellette pedig narancssárgában Tamo Bolt, és Tamo Bolt le tud csukni mindenkinek, Tamo Bolt mögött pedig most már Steed a második helyen, Tamo Bolt, Steed, mögöttük pedig azért ismét berendülni látszik Fernando, Jet, kicsit megszer Westerdaron, a sor végén pedig Chardonnay, az utolsó fordulóján egy kis kalamajka, ez nagyon jön ki Tamo Boltnak, mert növelni tudta az előnyét, 2-3 osszal megy, most már Tamo Bolt nem nagyon lehet őt utolérni, jön mögé Steed a második helyre, Chardonnay zárkozik, de Tamo Bolt a nyerő. Tamo Bolt nagyon magabiztosan behúzza a nap harmadik futamát mögötte. Könnyen lehet, hogy kell majd a célfotó, mert ott Steed és Chardonnay is nagyon-nagyon egyszerre értek célba. És Start elindultak az agarak szinte teljesen együtt egyelőre, ármas a Black Fantasy remekül kezd, mellette pedig ott van Iron Lady, és Lucky is nagyon-nagyon jól jön a három favoritát egyelőre együtt, de mire kimondom, elköszönni látszik a Lucky. Lucky a túloldalra érve most már egyértelműen 2-3 osszal vezet, Black Fantasy a második, Iron Lady egyelőre a harmadik, Rambo is próbálkozik, illetve Ninja is viszonylag közel. Lucky előnye nagyjából 2-hoz Black Fantasyval szemben, Black Fantasy próbálkozik az utolsó 50 méterhez érve, Lucky azonban egyelőre tartja az ellenfelet, és Lucky nyeri a nap utolsó futamát, Lucky! Black Fantasy és Rambo, ez lehet majd a befutási sorrend. Start! Start elindult az ögető versenynap első futama, a nyeretlenek verseny az idősebb lovaknak. Aranyéremem nagyon jó kezd a falon, és elmegy vezetni, viszont az első számú kedvence a fogadóknak, Amadeus Ryan, rögtön elugorja magát, durva galoppal kezd, nagyon-nagyon valószínű, hogy ki fog esni a versenyből, úgyhogy meglepetéssel kezdünk, és a másik meglepetés, hogy Carlos Kai is kimondott a jó startot vett, úgyhogy könnyen el fog majd menni az eddig vezető aranyéremem, de Carlos Kai aranyéremem, mögöttük Samuel egyelőre a harmadik hely, aztán jönnek csak az esélyesebb lovak, Bernaki nem, illetve Csiki Brown, akit nagyon régen nyár végén látunk, és hát Amadeus Ryan kiesésével igazából a másik favoriton a világ szeme, a papírjátékosok szeme, Cicero Ergé közepes kezdés után egyelőre csak a mezői második felében menet közben úgy látom, hogy diszkvalifikálták a hatost, úgyhogy kevesebben, most már összességben csak hatan vannak versenyben, összességében ők azért együtt tügetnek 15 méteren belül, az élen pedig némi meglepetésre még mindig Carlos Kai. És Carlos Kai fogva üget az élen, tehát ez is biztató lehet azoknak, akik benne bíztak, mögötte egy kettes fogat aranyéremem, illetőleg az egyre előrébb lépő Samuel, aztán megérkezik a mezőny végéről, Cicero Ergé is ott van a negyedik, ötödik pozícióban, Berna Queen M társaságában, aztán pedig jön Chicky Brown, ez a hat ló van még versenyben, ugye valóban Amadeus Ryant diszkvalifikálták futam közben. Akkor, amikor az istáló egyenesben vagyunk, azt láthatjuk, hogy Carlos Kát elkezdi Samuel nyomasztani egy kicsit, Samuel hátán pedig Berna Queen, nem, benne a falon pedig aranyéremem, és Cicero Ergé valóban egyre inkább közelít az élmezőnyhöz, a fejhez, úgyhogy innen akár megindíthat majd egy rohamot. Akkor, amikor érkeznek lassan az utolsó kanyarra, jelentős változásunk nincs, ott azért majd valószínűleg megindulnak a támadások Carlos Kai ellen, Carlos Kaihoz legközelebb Samuel, Berna Queen nem jó helyzetben, és aranyére nem is, illetőleg Cicero Ergi. Egyelőre érik a komolyabb meglepetés az utolsó 300 kezdetén, Samuel nem tűnik igazán frissnek, Carlos Kai is talán lassul, elindul viszont Berna Queen nem óriási lendülettel kívülről kerülve a szűk élmezőnyt, el tud talán most már venni az ére, aranyére, mert egy kicsit bezár a falon, a kiszabadul, ott lehet a dobogón, a győzelem kérdése könnyen lehet.
lehet, hogy már eldőlt, mert Bernacchi nem faképnél hagyja a többieket Nagy Ferenc kettővel. Bernacchi nemnek ez már a 27. versenye pályafutása során, és úgy tűnik, hogy most már megtörik a jég. Bernacchi nem nyeri a nap első futvát mögötte, Samuel lehet majd a második, a harmadik bent a falon Carlos K. Nagyon-nagyon bal szerencsés aranyérem, szinte végig Zsákutcában ő lesz majd a szoros negyedik, és csak ötödik a másik favorit Cicero RG. Start. Start elindult a szezon utolsó két éves versenye nyeretleneknek. Jól kezd Diófás, és jól kezd egyik nagy favorit, a rutinos Dasavi CD. Daenerys, aztán Dolomit Boy következik mögöttük. A sor végére Mádila LV, illetve a szélső eső Démon csúszik vissza. De hiba nélkül kezdett a mezőny. A falon pedig Diófás, Ozsvár Zoltánnal tartja egyelőre vezető helyét. Persze Zolna is sem nagyon rohan, hogy feltétlenül megelőzze. Egyelőre megelégszik azzal, hogy behúzódik a vezető Diófás mögé a falra a második pozíció. Jóba Diófás, tehát az élen mögötte ott van Dasavi CD, egyel hátrébb pedig Daenerys, második spurt felvállalva jön talán egy kicsit feljebb Angyal Andorral, Dolomit Boy, picit kiszakadva ketten, Mádila LV, illetve Démon helyzete, nyilván nehezebb akkor, amikor bő egy kör van még hátra. A frontban nincs változás, Diófás és Dasavi CD megint csökken kettejük között a távolság. A vezető négyes egy picit azért elköszönt az utolsó kettőtől, akkor, amikor a második kanyarba érkeznek. Diófás megy a maga útján, a maga tempójában. Egyelőre ez erősen közepesnek mondható, mindösszesen Dasavi CD kívülről kíséri, bent a falon pedig Daenerys láthatjuk, akit már megelőzött a külső spúron ügető Dolomit Boy, aztán a zárkózó Mádila LV, aki nem tud zárkózni, az Démon, az ő hátránya viszont egyre nagyobbnak tűnik a még versenyben lévő másik öt lóval szemben. Az élen továbbra is Diófás tudja tartani ezt a nagyjából háromnegyed hosszas előnyét a végig őt kísérő Dasavi CD-vel, aztán a mezőny végéről robbant Mádila LV, ezzel próbálva meglepni a többieket. Harmadik spúron gyorsabb csapás számon talán ére kerül, bár az az igazság, hogy ezt lereagált a Dasavi CD, és ennek megfelelően ő kerül az ére. Hátrébb ment Diófás, aki még esetleg jöhet, az Dolomit Boy. Nagyon-nagyon jó versenyt fut egyelőre Mádila LV, ott van az érre került Dasavi CD mellett. Diófás azért még ott van a harmadik helyen, Dolomit Boy, és Daenerysnek is lehet talán még esély arra, hogy felérjen a dobogóra. Mádila LV lesz úgy fest az egyik favorit, Dasavi CD ellenfele. Az utolsó 200 méterre érve talán erősebbnek is tűnik nálad, egyelőre fejfejt jönnek. Belül még egyelőre Dasavi CD talán vezet Mádila LV-vel szemben. A harmadik hely úgy tűnik, hogy most már Dolomit Boy lesz. 50 méter van hátra, teljesen együtt is Mádila LV elugorja magát az utolsó métereken, hogy a Dasavi CD üldöző nélkül marad és megnyeri a futamot. Dolomit Boy lesz így a második, Daenerys pedig a harmadik. Hát Mádila LV hibája révén lesz tulajdonképpen egy papírforma befutási sorrend a nyeretlen két évesek versenyében. Start. Két jobb esélyű ló is galoppozással kezd, ajándék még a start előtt, a Dauphin AB meg a start közben, a start után galoppozik, és kiszállhatnak mind a ketten a versenyből. Ez mindenképpen azért meglepetésnek tűnik. A többiek jól indultak, a falat egyelőre Appalóza őrzi, tartja, védi a mellé zárkózó Solti Csabival szemmel. Vigya is kimondotta jó startot vett, aztán Swarovskit látom, Vinok SB, és a top favorit Villeneuve már ott van az 5.-6. hely környékén, tehát egyelőre ők hatan alkotják a frontot. Ujgur kisasszony, Winnerboy, Australian Gold és Anna, ők pedig a mezőny második felét képezik. Hát egyelőre mindig egy hármas fogat a frontban, Vityával könnyen lehet, hogy előrefelé kellene valahogy Dénes Ákosnak menekülnie, próbálkozik, de nem olyan nagyon egyszerű elmenni a másik két gyors kezdő ellenfél mellett. Úgy tűnik azonban az első egyenes közepén ez sikerül. Vitya most már az élen, Appalóza, Solti Csabi, Faron Swarovski nagyon-nagyon jó helyzetben, majd Vinok SB és a favorit Villeneuve következik. Ők hatan egy kicsit meg is szaladtak a mezőny második felétől, akik egy olyan jó 5-6 méterre követik őket élen, tehát Vitya, aki kierőszakolta ezt a vezető pozíciót, most mellé fog érkezni Appalóza, ami viszont nem feltétlenül jó hír Solti Csabéknak, hiszen kiszorulnak a harmadik spúrba, aztán ott van még nagyon-nagyon jó helyzetben Swarovski is, továbbra is, illetőleg Villeneuve a következő lovunk, aki zárja úgymond a szökevényeket, előtte pedig ott van Vinok SB. Itt elég nagy a mozgolódás, úgy látom,
hogy Solti Csabi, mint hogyha fáradna, egyre jobban megy vissza annak ellenére, hogy a Füles már le van róla húzva. Vitya vezet továbbra is, Vityához legközelebb Appaloosa, illetőleg Swarovski keresi a pozícióját, egyébként Anna is, ő is megpróbál majd beleszólni a helyezések ügyébe. Akkor, amikor érkeznek az utolsó kanyarra, változás jelenleg nincs. Nincs változás, Vitya vezet, Appaloosa kezd, Swarovskinak a leszújtja, lehet, hogy mindenkit meg tud majd előzni, bár elindul Vinok SB, és Villeneuve a favorit is igazából most gyújtja be a rakétákat, nagyon messziről, nagyon hátulról, Anna is, Ausztrálián Gold is próbálkozik. Vinok SB Iván Zoltánnal, aki most már az élen van, Vitya kezd fáradni, jön Villeneuve, elindul Swarovski, a háttérbe pedig mindig Anna próbálkozik, de hárman kicsit elléptek, és közülük is a favorit a legerősebb, Villeneuve lelépi a mezőnyt az utolsó 50 méteren ifjabb Turbut Sándorral, nagyon-nagyon látványos győzelmet arat, Villeneuve mögött Vinok SB lesz a második, Ausztrálián Gold a harmadik, nagyon szoros negyedik Swarovski, ötödik Anna is közel van, és Wiener Boy is megérkezik a frontba az utolsó métereken. Start! Start elindult a negyedik futam, ez a Leonora Handicap. Jól indult tulajdonképpen az egész mezőny. A legjobb startot Anikó veszi, Anikó mellett Bríza, Patom, Maki startja is jól sikerült. Aurora is kimondotta, jól indult a favoritok közül, és a háttérből viharos sebességgel érkezik Vihar Ergé kívülről. Hát most már előrefelé kell neki mennie, ha csak nem akarott megrekedni a vezető Anikó mellett. Minden esetre második sor ide vagy oda, az egyik favorit kimondottan jól indult. A mezőny végére Zimmezum esik vissza az Efűrosz társaságába. Anikó, Vihar Ergé, Atom, Maki, Bríza, Reménység, Zsófi Ergé, Aurora, ők alkotják az élmezőnyt, a mezőny első felét, a falon Bambino kapaszkodik feljebb, Amar Shakur társaságában, aztán Angelina Jolie, Zephyros, két osztal a sor pedig mindig Zimmezum zárja, akkor, amikor egy kör van hátra, Vihar Ergével nem rohan a ajtó, úgyhogy egyelőre Anikó őrzi vezető pozícióját. Nagyon egyben van a mezőny, kettes fogatokba rázódik egyébként a csapat, élen továbbra is, a jó startot vett Anikó, aztán mellette, mögötte Vihar Ergé színeit láthatjuk, majd pedig Atom, aki kívülről Bríza, bent pedig Zsófia Ergé található a top 5-ba, a vezető 5-ösbe. Külső spúron továbbra is Reménység tartja magát jól, belül pedig Bambino. Aurora, akit nagyon játszottak a fogadók, most megindul, kivette őt Horváth György, harmadik spúrba is megindít majd egy hosszabb rohamot, érkezik az élcsoportba, most már ott van a negyedik, ötödik pozícióba, elől azonban nincsen változás, de ez biztos megélénkíti majd a mezőnyt, hiszen már harmadik Aurora, ezt valószínűleg Vihar Ergé is megpróbálja lereagálni, illetőleg Anikó is kaphat egy új impulzust. Érkeznek az utolsó fordulóba, ez a sorrend, ők vezetik a mezőnyt. Anikó az élen van, és Anikóban van még tartalék, Vihar Ergé ott volt mellette, de Vihar Ergé lendülete bőven-bőven megtört, Aurora pedig indított egy jó 800 méteres hajrát, és kérdés, hogy marad-e ereje a végére. Egyelőre Anikó nagyon úgy tűnik, hogy akár rá is duplázhat legutóbbi győzelmére. Vihar Ergé, Aurora, Reménység, az árkozni próbáló Atom, Maki, ők vannak a vezetőló mögött. Aurora azért próbál és tud is közelíteni Anikóhoz, akinek azért olvad az előnye vele szemben, és még bő 50 méter hátra van, lépésről lépés Aurora közelít, Anikó óriásit védekezik, de a legvégén a favorit Aurora jön, és megnyeri a futamot. Aurora talán Anikó, bár nem biztos, mert nagyon jön kívül Reménység, és megérkezett Amaru Shakur, három ló között kelt célfotó a második, harmadik helyre. Start! Start elindult az ötödik futam, ez a Hóra Sándor emlékverseny, Carlos Fox az egyik nagy esélyes, jól kezdett, és egyelőre hiba nélkül el a robog a frontba, mögötte Serena Boss most már, azt lehet, hogy tisztes távolságra helyezkedik, aztán Bon Jovi, Karina Fling, Bo Kapár és Benedek Men következik. Carlos Fox úgy tűnik, hogy túlélte az első 300 métert, falat tudott fogni Nagy Ferenc kettővel, és őrzi egyelőre ezt a jó 6-8 hosszas előnyét, de hát azért zárkózóban mögötte Serena Boss. A szürke Bon Jovi jó tartja magát, Bon Jovi hátán Karina Fling is szépen jövöget előre, kívülről pedig Bo Kapár próbálkozik azzal, hogy kicsit feljebb jusson. A sor végén talán a legszélsőbb esélyt képviselő Benedek Men, a sor elején pedig az istállótársa Carlos Fox, akinek azonban lépésről lépésre kicsit azért olvadozni látszik az előnye az üldözőkkel szemben, azért egy körrel a véget még mindig biztosan vezet Carlos Fox, Celerino Boss még mindig a második, kívülről Bo Kapár, bent a falon pedig Bon Jovi tartja magát remekül. Tulajdonképpen zárójelbe fogja a mezőnyt a két nagy ferenci domításuló, a mester pedig Carlos Fox mögött, aki vezetni tud, mögötte pedig ott helyezkedik Celerina Boss, aki talán legnagyobb ellenfelének tartottak a fogadók, sőt igazán jobban játszották, pedig papíron, való igaz, hogy Carlos Fox
talán sanszosabb lehetett volna. Az élen tehát Carlos Fox, mögötte Celerina Boss színei látszanak, és most ott a háttérben azért van némi nemű mozgolódás is. Bókápárral gyorsít fazekasmester, fölüget a harmadik pozícióba a szürke Bon Jovi, így visszacsúszik negyediknek, majd pedig Carina Fling az ötödik pozícióban versenyző lovunk. Benedek Men, innen nagyon-nagyon komoly meglepetés lenne, hogyha föl tudna érni. Ám bátor a Nagy Ferenc lovak finisét ismerve sem elképzelhetetlen. Megszalad a két vezető ló, Carlos Fox, illetőleg Celerina Boss. Jó, most már az utolsó 400, nem kérdés, hogy melyik ló az erősebb és a stabilabb az utolsó métereken. Carlosoknak elég komoly gondjai voltak már az előző kanyarban is, most pedig galoppozik és kiszáll a verseny, mert Celerina Boss így átvette könnyedén a vezetést, alig ha képzel el, hogy bárki is veszélyt jelentsen rá. Annál nagyobb lehet a csata a második helyért Bon Jovi, Bókápár és a kicsit zsákutcába kerülő Carina Fling között. Jön az utolsó 100 méter, Carina Boss megnyeri a futamot, efelől semmi kétség, ez lesz idén a harmadik győzelme. Carina Fling kibontakozik, a dobogó meg lesz neki, a harmadik hely, mert Carina Boss mögött Bókápár a második, harmadik helyre tehát jön Carina Fling, negyedik lesz Bon Jovi, és akkor Benedek Men, aki még pénzért fut ötödikként. Start. Ebben a pillanatban elindult a napi hosszú távú versenyünk, a legjobban az indítás Lingo Tétinek sikerült, ő az, aki ére tud ügetni, de ott van hozzá nagyon közel Timiko, és Timiko megtámadja és elüget mellette, fölfejlődik Velence, Er is övé lesz a harmadik pozíció, majd pedig ott láthatjuk mögöttük Betty Evót jelen pillanatban a negyedik helyen. A három ló, akik 20 méter hátrányból indultak, megpróbálnak csatlakozást találni, többé-kevésbé talán sikerül is majd nekik. Timiko átvette tehát a vezetést, mögötte ott van Lingot, Eiti, majd Velencer, aki pedig robbant, az a Bézikvá Bene, aki 20 hátrányból indult, de most már ott van a fejben, és könnyen lehet a tempóból ítélve, hogy át is fogja venni a vezetést. Mozgolódás van egyébként folyamatosan a külső spúron, igyekszik fölfele egyébként Zséda is ott van már a negyedik, ötödik helyen. Helycsere volt tehát az élen, Bézikvá Bene az, aki begyújtotta a rakétákat és vezetni tud, mögötte pedig Timiko színeit láthatjuk, majd pedig Timiko mögött Lingot, Éti, és jönnek külső spúron Zséda vezetésével. Másfél kör még hátra van a leszkendik ebből, nagyon-nagyon jó startját követően, tehát Bézikvá Bene most már diktálja a tempót, és ott van a frontban, mögötte érkezik a favorizált Zséda, bent a falon pedig Timiko, aztán Aszlak, mint a teljesen együtt a mezőny összességében, gyakorlatilag 10-15 méteren belül ügetnek egymás hegyén hátán, de hát még azért sok van hátra, nagyjából 1400 méter a futamból. Bézikvá Bene diktálja a tempót, ez ilyen jó közepesnek ítélhető, gondolható összességében, kívülről mellett talán most már azért fejfejt fog feljönni Zséda. A harmadik spúrban Aszlak Princesszel is próbálkoznak, Betty Evo is feljéből Univerzába is kapaszkodik, továbbá is óriási a tumultus a frontban. Aszlak Princess az, aki fölügett a vezető Bézikvá Bene mellé. Kérdés itt a kanyarban, azért nem valószínű, hogy el tud tőle köszönni, pedig a lendülete nagyobbnak tűnik. Aztán ismét egy kettes fogat bent a falon, Timiko, kívül pedig Zséda. A térhátrányos lovak, tehát nagyon hamar ledolgozták ezt a bizonyos handicapjüket, úgyhogy együtt van az egész csapat. Lingot, Eitit láthatjuk a mezőny közepén Betty Evo társaságában. Velence Er viszont eléggé visszacsúszott a kezdethez képest, nézzük az elejét. Továbbra is Bézikvá Bene vezet Aszlak Princess társaságában, aztán két hölgy hajtó, közülük a Zsédát hajtó Fejsz és Kitty az, aki robbantott, visszacsúszott Timiko ezáltal a negyedik helyre, Betty Evo is keresné az utat, nagyon kívül pedig Universal Boy az, aki talán rákapcsolat. Érkeznek az utolsó kanyarra, és egyszer csak Zséda találja magát az élen, lehet, hogy klasszisát érvényesíteni tudja. Elindult most már a favori Zséda, el is köszön a többiektől, 2-3 osz az előnye, és talán ez még nőni is látszik. Aszlak Princess megy visszafelé, elindulni látszik Betty Evo, azért a falon még Bézikvá Bene tartja magát, ott nagyon szoros a hely, de Lingot Étinek is lehet, hogy lesz majd valami remény, feljöjjön a dobogóra. Még mindig vezet Zséda, és ez már az utolsó 200 méter, nem igazán tűnik úgy, hogy veszélyben lenne a sikere. Lingot Éti elindul, Bézikvá Bene védekezik, Timiko próbálkozik, és Zséda is azért elkezdi olvadni az előnye, Zsédát meg fogják verni. Bent a falon Lingot Éti ilyen óriási lendülettel! Lingot Éti megnyeri a futamot Bézikvá Benével szemben. Elolvad Zséda előnye, végén talán-talán harmadik lesz.
Ott van tehát a dobogón, a nyerő az óriási finisének köszönhetően Lingo Téti. Start. Ebben a pillanatban jól elindult a napi főfutam a Hóra 2 Sándor emlékverseny mezőnye. Philadelphiának nem sikerült túlságosan jól az indítás, egy kicsit hátra maradt. Aki viszont megpróbálja realizálni rögtön esélyét, az nem más, mint Bonaparte Boss, az egyetlen érről forduló ügető, és elég jól elkezdett. Mögötte ott láthatjuk Vitál Ergét versenyezni libasorban, egyébként teljesen a mezőny, Vitál Ergé hátán Übük király, majd Kumba, a mezőny végén pedig az a Philadelphia, aki azért rendbe hozta a problémát, a bizonytalanságát. Akkor, amikor először érkeznek a tribün egyenesre, sorrend természetesen nem változik a starthoz, a kialakultéhoz képest, teljesen libasorban az öt versenyző, eltűnt a 20 méter előnye Bonaparte Bossnak, de természetesen egy másfél hosszal vezet Vitál Ergét megelőző, aztán Übük király, Kumba, illetőleg Philadelphia, torlódik a mezőny, a kis mezőny, szépen folyamatosan versenyeznek, egészen jónak mondható a tempó egyébként, amit a vezető ló diktál, azaz Bonaparte Boss Veljko Mazsittyal, aki ma már tudott egy verseny nyerni. Mögötte ott van Vitál Erké, majd pedig Übük király, Kumba, nincs változás, Philadelphia pedig zárja a sordát. Teljesen fölzárkózott ő is gyakorlatilag, Miodrág Pántics oda teszi lova orrát a Varga Sándor hátára, tehát húzatja magát. Kérdés, ki fog először támadni? Az iramból nézve, az ütemből ítélve Übük király volt az, aki szaporázza lépteit, illetőleg a háttérből Kumbát vette ki Varga Sándor, és megindítja a finis, az ő hátán pedig ott versenyez Philadelphia, úgyhogy ők ketten külső spúron megindítják a támadást a vezető Bonaparte Bosszal szemben. Bonaparte Boss mögött most már második helyen Kumba, Vitál Ergé egyelőre a harmadik, negyedik pozícióban pedig ott van Philadelphia, visszaesett Übük király, ő mint hogyha nem tudná tartani ezt a lépést, ráfordulnak a befutó egyenesre lassan, kézből tud jönni nagyon magabiztosan Bonaparte Boss, őt azonban Kumba elkezdi szorongatni. Bonaparte Boss most mint hogyha újítana, Bonaparte Boss újít, mögötte ott van Kumba, a harmadik pozícióban pedig Vitál Ergé, egyelőre teljes papírformának nézünk elébe, Kumba szaporázza léptei, de Bonaparte Boss ellen ez gyakorlatilag semmit nem ér, hiszen nagyon-nagyon-nagyon szépen föl tudott zárkózni, és megnyerte a maga versenyét. És hogyha jól láttam, akkor mintha ki is lett volna írva, hogy másik kettőt diszkvalifikálhatták volna. 1-es, 2-es, 5-ös a befutási sorrend, tehát Bonaparte Boss Veljko Mazsittyal megnyerte a versenyt. Start! Start elindult a nap utolsó, a 8. futam, az idei segédhajtókupa záró felvonása, jól indul a mezőnyből. Always Winner, Énes Ákossal kimondotta, jól kezdett a legutóbbi remekül sikerült versenyét követően, és elmegy vezetni, aki a leggyengébben startolt, az pedig Beyoncé, neki van egy 2-3-os hátránya a többiekkel szemben. Always Winner mögött azonban közel a többiek, sőt, Zaharovem támadni látszik, és könnyen lehet, hogy el tud majd menni vezetni, átveheti talán a stafétát. A harmadik helyen Kalella BD, a folytatásban pedig Trónörök, és kívülről zárkózóban van Zippy Boy, mellett Aranypok, mögöttük pedig Beyoncé, akkor amikor a mezőny már az első egyenesben jár, és tovább gyorsított Zaharovem, átvette a vezetést, és növelni is tudja talán majd egy-két hosszra az előnyét Always Winnerrel szemben. Libasorban a mezőnynek az eleje legalábbis, hiszen a harmadiken Kalella BD, a negyediken pedig Trónörökös egymás mögött, majd jön egy kettes fogat Aranypok és Zippy Boy, és most már Beyoncé is csatlakozást talált. Így van, és külső spúron igyekszik Zippy Boy fölfele törni, ami a vezetőt illeti Zaharova Emmet, átvette a vezetést, aztán egy kicsit igyekszik megfogni az iramot, nem rohan el, jön viszont Zippy Boy, illetőleg az ő hátán Beyoncé, tehát ugyanattól a trénertől futó két ló zárkózóban vannak, az élen azonban továbbra is, ott láthatjuk Zaharova Emmet, vélehetően meg fogja őt támadni, egyébként Zippy Boy, hiszen lépésről lépésre igyekszik előre fele, most már fejfejtüget Always Winnerrel a hátán, amint említettem, ott van Beyoncé, jó a pozíciója Kalella BD-nek is, de tulajdonképpen a mezőny záró trónörökös is még innen előre fele lendülhet, hiszen első és utolsó között nagyjából
egy olyan 5 hossz maximum, amennyi a különbség lehet. Megfontolt iramban közlekedik a mezőny, ez nyilvánvalóan Zaharova M-nek köszönhető, nem gyorsít, tudja tartani a ritmust, viszont kívülről megjelenni látszik Beyoncé. Megjelent Beyoncé, Beyoncé hátán Kalelobédi is jön, Aranypók is jön, úgyhogy ebből egy egészen parás befutóra lehet számítani. Zaharova M mögött Zsák utcában Always Winner, Zaharova mellett Zippy Boy nagyon jól jön, Beyoncé mellé pedig most már Aranypók is csatlakozik, Trónörökös is elindul a háttérből, teljesen együtt a hétlovas mezőny az utolsó 200 kezdetén. Zaharova M kezd fáradni, jön Aranypók óriási lendülettel, középen pedig Beyoncé két relatív esélytelebbnek tűrő ló, de azért nagyot védekezik Zippy Boy, Aranypók vagy középen, Beyoncé, Beyoncé vagy Aranypók, Beyoncé talán előrébb van Erdély Péterre, Beyoncé nyeri a futamot Aranypókkal szemben, Zippy Boy pedig a harmadik, a végén kiszabadul a Zsák utcából Always Winner, ő lesz a negyedik.